Kiskörén is lezárultak a terület- és településfejlesztési operatív program finanszírozásával megvalósult fejlesztések. A település Heves vármegye tekintetében az egyfőre jutó támogatások alapján az egyik legtöbb forrást tudta lehívni. Én azt gondolom, hogy minden település életében nagyon-nagyon fontos bármilyen fejlesztés. Kisköre életében ez a közel 2 milliárd forint, ez egy nagyon-nagyon nagy tétel, még a járáson belül, még azt lehet mondani talán, hogy a megyén belül is. És próbáltuk úgy kialakítani ezt a pályázati elemeket, hogy mindenkinek jusson. Hiszen lehet látni, hogy 7 családnak tudtunk szociális bérlakást építeni, akik benne laknak. Látjuk azt, hogy használják a kikötőt, használják a strandot, látjuk azt, hogy reményeink szerint nagy érdeklődés van a zöldváros fejlesztés által létrehozott közösségi térbe, hiszen nyáron már ott piknikeztek és használták ezeket az eszközöket. Az idén 50 éves Tiszató az ország egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai célpontja. A természetközeli élmény, amelyet emberi beavatkozás hozott létre, egyre több turistát csábít az ország legnagyobb mesterséges vízfelületéhez. Lehet azt mondani, hogy az elmúlt időszakban Kiskörén nagyon sokat léptünk előre, egyeztetve az itt lakókkal, az emberekkel, de nem csak fejlesztésekbe, hanem lelki, társadalmi, kulturális, egybefüggő rendszerekben, úgy, hogy aki Kiskörén él, az itt jól érezze magát, és szeressen itt lakni. Én hiszek abba, hogy Kiskörének nagyon komoly jövője van. Kisköre életében a top korszak régen látott fejlesztési lehetőségeket jelentett. Megújultak, vagy éppen újonnan épültek közintézmények. Új burkolatot kaptak útszakaszok. Ez az időszak a terület- és településfejlesztési operatív program keretében is nagyon fontos és nagyon szép beruházásoknak adott lehetőséget. A célja a terület- és településfejlesztési programnak kezdettől fogva az volt, már 2014-ben is, amikor megindult a finanszírozási időszak, hogy a helyi közösségeket erősítse, olyan beruházásokat valósítson meg, amelyeknek az elképzelése itt született meg. A városok, falvak, térségek felelős vezetői fogalmazzák meg, hogy melyek azok a célok, melyek azok az igények, amelyeket szolgálni szeretnének a jövőben, és az európai adófizetők pénzét a lehető legjobban felhasználva, leghatékonyabban felhasználva ennek szolgálatába, ezeknek a céloknak és az igényeknek az elérése, illetve kielégítésének a szolgálatába állítsuk. A terület- és településfejlesztési operatív program finanszírozási lehetősége december 31-ével lezárul, ám már folyik a TOPLUS nevű fejlesztési projekt sorozat. Ennek anyagi fedezetét, amíg az Európai Unióból nem érkeznek meg az ehhez szükséges pénzügyi források, a központi költségvetés előfinanszírozza, vagyis megelőlegezi a nyertes pályázóknak.